Jó estét kívánok, kedves nézőink! Önök a Kecskeméti Televízió híradóját látják hétfőn este 19 órakor. Nézzük a mai nap legfontosabb híreit röviden. Az ünnepek alatt kevesebben haltak meg koronavírusban, és kevesebb az új fertőzött, azonban az elvégzett tesztek száma is csökkent. A kecskemétiek szerint a legfontosabb az egészség megőrzése, így betartották a járványügyi szabályokat az ünnepek alatt is. Már ma sokan cserélték vagy váltották vissza a megvásárolt karácsonyi termékeket. A Nemzeti Népegészségügyi Központ adatai szerint az elmúlt 24 órában 609 fővel emelkedett a beazonosított fertőzöttek száma, és elhunyt 114 beteg. Az ünnepek alatt kevesebb haláleset történt, és kevesebb új fertőzöttről érkezett információ, mint az azt megelőző héten, azonban az elvégzett tesztek száma is csökkent. 609 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus fertőzést, ezzel 316.669 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Utoljára szeptemberben volt ennyire kevés a napi új koronavírusos betegek száma, azonban fontos hozzátenni, hogy az elvégzett új tesztek száma is csökkent, ezért a pozitív tesztek aránya nem változott jelentősen. Elhunyt 114, többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 9161 főre emelkedett. A gyógyultak száma is folyamatosan nő, jelenleg 134.344 fő. 6261 koronavírusos kórházban ápolt beteg közül 448-an vannak lélegeztetőgépen. Galgóczi Ágnes, a Nemzeti Népegészségügyi Központ osztályvezetője, az operatív törzs hétfői sajtótájékoztatóján bejelentette, hogy az Európai Unió többi országához hasonlóan az első vakcina szállítmányok Magyarországra is megérkeztek, amelyek közel 5000 ember beoltására elegendőek. Az öt kijelölt kórházi oltóponton ma is zajlik az egészségügyi dolgozók oltása. Galgóczi Ágnes hozzátette, a kormány 17,5 millió oltóanyagot kötött le különböző gyártóknál. A vakcinára a vakcinainfo.gov.hu oldalon indult el előzetes regisztráció. Sokak számára más volt az idei karácsony, mint az eddig megszokottak. Az ünnep ebben az évben csendesebb volt, sokan nem találkozhattak szeretteikkel, családtagjaikkal a kialakult helyzet miatt. Stábunk afelől érdeklődött a kecskeméti lakosoknál, hogy hogyan telt a karácsony. A megkérdezettek válaszaiból kiderült, hogy a legfontosabb szempont az egészség megőrzése volt, így betartották a járványügyi szabályokat. Halászlé, sült hal, töltött káposzta, kocsonya, mákos guba vagy bejgli. Ezek közül az ételek közül legalább egy biztosan volt mindenkinél az ünnepi asztalon. Idén karácsonykor a menü valószínűleg nem változott, azonban a vírushelyzet miatt sokak számára más volt 2020-ban az ünnep. Szűk családi körben ültük meg, édesanyám 95 éves, és azt ünnepeltük többek között. Csendesen teltek az ünnepek, csak a családom volt ott, tehát a gyerekeim. A szoros családdal, ugye a testvéremékkel nem mertünk találkozni, mert a párom kamionozik, és ugye nem tudjuk, hogy Németországba jár, Kecskemét Németország, és ezért azért próbáltuk úgy, hogy aki olyan egészségi állapotban van, az ne jöjjön közel hozzánk. Ugyanaz ünnepek sokaknál szűk családi körben teltek, mégsem feledkeztek meg egymásról a családtagok. Nem utaztunk el Budapestre a rokonokhoz, de telefonon és e-mailen érintkeztünk, értekeztünk, és nem okozott problémát, hogy most személyesen nem tudtunk találkozni. A megkérdezettek nagyon remélik, hogy 2021-ben már a megszokott módon tölthetik a karácsonyt. Karácsony után ma ismét sok vásárló jelent meg az üzletekben. A vásárlás helyett azonban inkább a termékek visszaváltása, cseréje volt a fő cél. Míg a hibás termékeknél a kereskedő köteles azt megjavítatni vagy cserélni, a rosszul választott ajándékok esetében korán sem ennyire egyértelmű a helyzet. A karácsonyi ajándékba vásároltuk ezt a kis autót, ezt a távirányítós autót, sajnos három használat után elromlott, még az ünnepek alatt szeretnénk kicseréltetni. Karácsony után sokan jelentek meg az üzletekben olyan ajándéktárgyakkal, amelyek vagy elromlottak, vagy nem megfelelőek. Az ünnepek után a kereskedők minden évben felkészülnek az ilyen esetekre is.
Ahhoz azonban, hogy valaki valóban érvényesíteni tudja a jótállási jogát, vagy éppen csak ki tudja cseréltetni a nem megfelelő ajándékot, néhány alapvető szabályt be kell tartani. Egyrészt ugye legyen blokk, vagy számla, hiszen azzal tudja bizonyítani a vevő, hogy itt vette, ennyiért vette, mikor vette. A másik pedig, hogy a termék újra eladható legyen, tehát épp. Nem csak maga a termék, a doboz, a csomagolás is, hiszen például egy Lego dobozt, ha megnézzünk, nem lehet újra eladni, ha az össze-vissza van tépkedve, meg felszakítva. De például nagyon fontos itt egy ruha, ugye nagyon gyakran kivágjuk ezeket a használati útmutatókat, ami ebben a ruhában is benne van, hogy hány fokon mossuk, hogy vasaljuk. Amennyiben szeretnénk ruhát visszacserélni, ezt sem szabad, hiszen eladhatatlanná teszi azt. A hibás árut a kereskedők kötelesek megjavítani, amennyiben nem lehet, akkor cserélni vagy visszaadni az árát. Ha azonban valaki hibátlan árut visz vissza a boltba, amit csak cseréltetni szeretne, akkor már más a helyzet. Ha épp a termék, tehát nincs meghibásodás, akkor nem köteles a kereskedő foglalkozni a cserével, vagy akármi levásárlással. Mi itt az Alföld Áruházban azonban máshogy gondoljuk, mi vevőorientáltak vagyunk, vevőbarátok. Az Alföld Áruházban és számos más üzletben is kicserélik a nem megfelelő méretű, vagy másokból nem megfelelő ajándékokat. A kereskedők általában a cserét és a levásárlást szokták felajánlani, mint lehetőséget. Arról azonban érdemes figyelni, hogy a karácsony előtti akciós lehetőségeket általában már nem lehet érvényesíteni. Így könnyen elképzelhető, hogy a levásárlás esetén a vevőnek valamekkora összeget még fizetnie kell majd. Bár ez kellemetlen lehet, azt mindenképpen érdemes szem előtt tartanunk, hogy a kereskedők részéről a csere lehetőségének fenntartása önmagában is egy nagyvonalú gesztus. Bár vasárnap ízelítőt kaphattunk a téli időjárásból, az előrejelzést nem kecsegtett sok jóval, már ami a havazást illeti. Esős, enyhe időre kell számítani a következő napokban. Kevés, de annál szebb hószállingózásban volt részünk vasárnap. Azonban ez a mennyiség még igencsak csekély ahhoz, hogy tartósan fehér lepel borítsa el térségünket. Sokan biztosan várják már a markánsabb havazást, erre azonban a napokban vajmi kevés esélyünk van. Várhatóan a Kárpát-medencét egy változó nedvességtartalmú levegő tömeg éri el, aminek a hatására még a holnapi nap folyamán gyengén felhős napsütéses időre lehet számítani, addig az év hátra levő maradék 2-3 napjában már borult, csapadékos idő várható majd. Majd aztán jövő év elején, elsején ismételten ilyen napsütéses, gyengén felhős, változóan felhős idő, és ezt követően pedig megint egy borultabb, csapadékosabb etap következik. Az éjszakai órákban előfordulhat a télies hőmérséklet, viszont napközben 10 fok körülre melegszik az idő. A hőingadozás és a csapadék megviselheti a szervezetet. Mai nap is, illetve a holnapi nap is kettős fronthatással kell számolni. Ez azoknál, akik érzékenyebbek a frontokra, mindenféleképpen fejfájással, vérnyomás ingadozással, rossz hangulattal járhat, hangulatingadozással is akár. Ma este, holnap hajnali erős élénk szélben mindenféleképpen felerősödnek a fejfájásos, migrénes, görcsös tünetek. Rossz hír azoknak, akik már várják a havat, hogy a következő 5-6 nap előrejelzése azt mutatja, a hócsatákkal és a szánkózással várnunk kell. Havazás egyelőre nem lesz térségünkben. Az M44-es Kecskeméti érő szakaszának előkészítését is támogatja az Innovációs és Technológiai Minisztérium. Az MTI-nek eljuttatott közleményből kiderült, hogy a kormány 82 milliárd forintot biztosít gyorsforgalmi, főúti, települési, elkerülő, csomóponti és hídfejlesztések előkészítésére. Ennek köszönhetően 74 újabb közútfejlesztés tervezése kezdődhet meg. A Békéscsaba gyorsforgalmi bekötését megteremtő M44-es projekt támogatása mellett a fejlesztések közé tartozik az M2-es autópálya Vác utáni folytatása egészen az országhatárig. Több előkészítési projekt alapozza meg főútszakaszok négysávosítását, például Kecskemét, Debrecen, Jászberény, Nagykanizsa, Veszprém és Zalaegerszeg térségében. Sok településen elkerülő útszakaszokat építenek, amelyek javítják a helyi életminőséget a belső útszakaszok tehermentesítésével. Más városoknál új híd épülhet.
Emellett pedig autópályás és főúti csomópontok tervezése is megkezdődik. 6 háromnapos és 1 négynapos hosszú hétvégét tartogat számunkra a 2021. 5 pihenőnap esik majd hétvégére, és csupán 1 munkanap áthelyezéssel kell számolnunk, jelent meg az összesítés az adó.hu oldalon. A 2021-es év rögtön hosszú hétvégével indul. Január 1-e pénteki napra esik, így 3 napot pihenhetünk szilveszter után. A következő ilyen hosszabb pihenő a március 15-i nemzeti ünnepünk, és az azt közvetlenül megelőző hétvége lesz. Áprilisban pedig már 4 napos pihenőt hoz a húsvéti időszak. A május 1-i munkaünnepe szombatra esik 2021-ben, pünköst hétfőn, május 24-én azonban nem kell majd dolgozni. Államalapításunk ünnepe pénteki pihenőnap lesz, így újabb 3 napos hétvégére készülhetünk augusztusban. Október 23-a jövőre szombati napra esik, a november 1-i Minden Szentek viszont újabb 3 napos hétvégével ajándékoz meg bennünket. Az év egyetlen áthelyezett munkanapját december 11-én szombaton kell ledolgozni. A Szenteste pénteki nap lesz, így a karácsonyt követő első napon már dolgoznunk kell. 2022 szombati nappal indul, így nem számolhatunk plusz pihenőnappal az év kezdetkor, mint ahogy 2021-ben. Január 1-től változnak a helyi buszjegyek és bérletek árai. A díjszabás változás mellett az egybérlettel autóbuszon és vonaton integrált személyszállítási szolgáltatás következő lépéseként bevezetik Kecskeméten a kombinált díjtermékeket. Fontos továbbá, hogy jövőre már nem vehetünk bérleteket és jegyeket a postán. Közzétették, Kecskemét megyei jogú város helyi menetrend szerinti autóbusz közlekedésének január 1-től érvényes díjait. Az egybérlettel autóbuszon és vonaton integrált személyszállítási szolgáltatás 2020. december 13-ai bevezetésének következő lépéseként pedig bevezetik a kombinált díjtermékeket is. Az integrált közszolgáltatás a Kecskeméti Közlekedési Központ Kft. Által kibocsátott bérletek közül kizárólag a nyomdai úton előállított kombinált bérletekkel lesz igénybe vehető. Az új jegyekkel, bérletekkel Kecskemét helyi autóbusz közlekedését, illetve a Kecskemét Hetényegyháza és a Kecskemét Kisfáji közötti vasúti közlekedést lehet igénybe venni. Az új évvel érkező változás az is, hogy január 1-től megszűnik a KEKO menetjegyeinek és bérleteinek értékesítése a postákon. További részletes információk érhetők el a társaság weboldalán, a www.keko.hu oldalon, valamint a híres.hu-n. Különös kegyetlenséggel elkövetett emberülés kísérlete miatt javasol vádemelést a Bács-Kiskun megyei rendőrfőkapitányság egy férfi ellen. A 25 éves gyanúsított tavaly okozott tüzet egy tiszakécskei munkásszállón, hogy megölje haragosát. Csak pár kormos tárgy maradt meg abban a tűzben, amelyet egy 25 éves férfi okozott tavaly októberben egy tiszakécskei munkásszállón. A tűzvizsgáló megállapította, hogy gyújtogatás történt. Az épületben 17-en tartózkodtak, szerencsére mindenkinek sikerült időben kimenekülni. Az épületet azóta helyrehozták, most pedig a vádemelés is megtörtént. A nyomozás során kiderült, hogy az egyik ott lakó haragudott meg az épület tulajdonosára, ezért meg akarta ölni, írja a polisz.hu. Körömlaklemosó folyadékot vásárolt, amelyet égésgyorsítónak használva tüzet okozott. Az épület folyósóin elhelyezett tűzoltó készülékeket előzőleg elrejtette. A gyújtogatót néhány órán belül őrizetbe vették. Kihallgatásakor a férfi elmondta, az egyik égésgyorsítót a konyhában gyújtotta meg azért, hogy az ott elhelyezett gázpalack felrobbanjon, miközben tudta, hogy az épületben többen tartózkodnak. A letartóztatásban lévő gyanúsítottat a rendőrök előre kitervelten, különös kegyetlenséggel, több ember életét veszélyeztetve elkövetett emberölés kísérletével, valamint közveszély okozással gyanúsítják. Most pedig nézzük a mai nap legfőbb híreit még egyszer röviden. Az ünnepek alatt kevesebben haltak meg koronavírusban, és kevesebb új fertőzöttről érkezett információ, mint az azt megelőző héten, azonban az elvégzett tesztek száma is csökkent.
kecskeméti lakosoknál érdeklődtünk, hogy hogyan telt a karácsony. A megkérdezettek válaszaiból kiderült, mivel fontos számukra az egészség, ezért betartották a járványügyi szabályokat. Karácsony után ma ismét sok vásárló jelent meg az üzletekben. A vásárlás helyett azonban sokak fő célja inkább a termékek visszaváltása, cseréje volt. Bár vasárnap ízelítőt kaphattunk a téli időjárásból, az előrejelzések nem kecsegtetnek sok jóval, már ami a havazást illeti. Esős, enyhe időre kell számítani a következő napokban. Olvassák és nézzék hírportálunkat, a címe híres.hu. A híres híreket 21 és 23 órakor éjszaka a képújság idejében óránként, valamint reggel 7 és 9 órakor ismételjük meg. A kecskeméti.tv.hu weboldalon pedig bármikor ismét megtekinthetik. Friss hírekkel holnap este 7 órakor várjuk Önöket, számítunk akkor is figyelmükre, viszontlátásra! Nem lesz fagy a hét második napján, azonban számíthatunk esőre a hajnali órákban. És bár a szél élénk lesz kedden, a téli időjáráshoz képest enyhe lesz az idő. Hajnalban 4, délután 11 fokot mérhetünk majd. Szerdán az előrejelzések szerint egész nap esni fog az eső, azonban a hőmérséklet most sem lesz túl alacsony napközben. A hajnali 3 fok után délután 9 fokra kell készülnünk. Az év utolsó napján délutánig számíthatunk csapadékra. Az élénk szél mellett reggel 4, napközben 5 fok lesz.